Üdv illő módon mindenkinek, folytatom a nagy szőlő igazítást, próbálok kihozni belőle a maximumot, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de hát amennyit levágtam, ebben még akármi is lehet, nem tudom, hogy mindegyiket mutassam el, az amelyik olyan érdekesebb, azt szerintem fogom mutatni, amelyik nem, azt nem, de szerintem itt annyi érdekes tőke van, hogy hát mindegy, van mint mutogatni, úgyhogy kezdjük is ezt a kis szőlőmetszést. És hát ugye itt a következő, ez is nagyon el van burjánozva, ugye ott hagytuk abba a vasoszlopnál, de hát én utána folytatgattam. Úgyhogy most meg ez jön itt. Kár, hogy nincsen egy operatőröm. Na. Folytatva az elvet. Ugye kibogarászom magam. Jaj, de ez mindig összecsomósodik. Pedig próbálom úgy elrakni, hogy ne csomósodjon. Na szóval itt is azt látjuk, hogy aránylag kettő fiatal hajtás van. Ez a felső. Szerintem, aha, és a felső az gyakorlatilag ez az egész a felső. Hát én azt gyorsan megoldom. Vagy így. Mert alapvetően én nem akarok két szálvesztőt, nekem elég egy is. Hát itt is. Bele van nőve mindenben. Még annyira nem is érdekes ez a rész. Jó. Itt van egy ilyen jó kis műanyag cuci. Ezt elrakjuk. És felvételeket visszanézve, bár ez lehet, hogy ez el van halva. Nem, ez még zöld. Aha. Hogy lehet, hogy ezek közül nem is ezt kellene meghagynom. Szóval visszatérve, tehát a felvételeket visszanézve rájöttem, hogy lehet, hogy nem a hosszabbikat kellett volna időnként meghagynom, a rövidebbiket, ami mondjuk ez pont ez lesz. Úgyhogy én ezt vágom most ki. Azért, hogy a vezérdrót alatt megmaradjon ez a szálacska. Ez még zöld, ez jó lesz. Meg itt is van egy, ebből csak összehozok már valamit. Az a célom, hogy ezzel fogom újraindítani az egészet, ezt még meghagyom idénre. Ezt már későn filmeztem. Ugye látjuk, hogy ez itt a majdnem a felső drótig fölment ez. Ezt már elvágtam. Ami az érdekes az, hogy ebben nem volt élet, és mégis így itt volt hagyva. Tehát ez nem egy éve, nem egy két éve, tehát ez már régóta így lehetett, olyan vastag az egész. Úgyhogy az ilyeneket mindenféleképpen szerintem ki kell vágni. Tehát ez itt van még bőven, hát hogy megnézzük a mellette levőt is. Hát itt az első vezérdrót, vagy az első drón. Megyünk tovább, itt második. Tehát, és végig ilyen. Úgyhogy ezt mind kivágom mindjárt. Erre a drótra kell majd valamit kitalálnom. Na, ezt ugye is simán ki se tudom szedni. Tehát muszáj vagyok.
elvagdosni. Ez oké, hogy fel van kötözve, de hát ez el volt halva. Ez nem most halt el, tehát nem tavaly. Ez már ki tudja mióta döglődött. És innen is gondolom, hogy nem nagyon, tehát ez aki... Tehát ez lehet, hogy régen sok mindenki metszett szőlőt, de hogy nem is értett hozzá, az biztos. Én sem értek hozzá, de ez biztos nem így kell kinéznie. Hát nézd, ekkora elhalt részek, hát hihetetlen. Jó, és akkor nézzük tovább. Egy-két tőke is van egymás mellett, tehát nem tudom melyiket lenne érdemes meghagyni. Szerintem én ezt itt vágom le, így a francba. Hogy ez a nagy csúfság ne legyen ott, és akkor ebből fogok idén. Hát ezeket ezés is. Jó, ez el is tört, ez jó, ez meghalt. Jó, itt még él, tehát ennyire vissza is vágtam, tehát ebből próbálok meg majd valamit kihozni, hát lehet ebből nem marad meg egy se. Megpróbálom minél gyorsabban kiszabadítani ezt az egészet, de itt a legnagyobb bölcsesség az az volt, hogy a csapon csap nem lesz, nem szabad, és akkor itt van ez, tehát csapon. Tehát ez volt az össznépi bölcsesség. Nem bántani akarok senkit, én is értek hozzá, de szerintem ugye itt az a legnagyobb probléma, hogy annyiféle fajta metszési mód van, hogy az ember nem tudja, hogy melyik a számára megfelelő. És itt kísérletezik, és szerintem a sok információba úgy az ember elvész. Ezért próbálom most csak a simán az egyszálveszős metszési módot megnézni, hogy abból mi lesz, mert szerintem az a legegyszerűbb, amit még én is fel tudok fogni könnyedén, és akkor nem kell ilyen nagyon a csapokkal szarakodni, hogy melyik csap, hogy hova csap. Hát nem akartam egyébként az egészet fölvenni, már annyira nem érdekes így, hogy az ember kínlódik, de hát muszáj. És itt van ez is, ezt hagyom meg, bár ez is csapon. Mindegy, ez biztos, hogy ezt itt kivágom. Így. És akkor marad ez a szál idénre. És akkor ezt próbálom meg majd valamit majd toszni vele, hogy jövőre ebből legyen valami. Itt is egy csap, még egy csap, és akkor mindegy. Hú, a következő az érdekes lesz. Ezt a, itt megnézzük. Ezen annyi kar van, hogy a polipnak nincs ennyi karja. És itt van egy ilyen új hajtás, aránylag új hajtás. Ez valami régi cuci. Itt el van vágva. Ez már ifításra gondolhatta az öreg, ami nem hülyeség. Jön ez. Itt egy, ott egy, ott egy, ott egy, ott egy. És ezeket gyakorlatilag majdnem jól csinálta, csak nem. Tehát ezt itt mind le kell vágni a francba. Ezt hagyom meg, és akkor ebből hozok ki valamit idénre, és akkor jövőre megpróbálok itt innen valami alulról egy újabb hajtást hozatni, amivel majd ezt is le tudom majd váltani. Mert ez is csapon. Az a baj. Csap hátán. Hát ez is itt el van halva. Abszolút nem zöld. Fú, barna az egész. Már csak kíváncsiságból.
Hát ott még zöld a vége. Hát szerintem nem szabad így elhagyni burjánzani ezt az egészet. Végig ilyen te. Tehát nem szabad meghagyni, hogy eddig feljön a felső drót fölé a régi törzs, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Igazából az első drótig drótnak kellene kezdeni az új veszélyeknek. És hát a másik az, hogy ne sajnáljuk. Nem, ez nem tesz jót a növénynek. Hát ez... Bele van nőve. Bele van nőve ez a fekete szar. De kötöző. És akkor itt alul mindjárt elvágom. Kész. Megnézzük. Úgy csináltam, hogy oké, hogy csapon. De ez lesz a következő évi. Hol ez is egy ilyen régi tőke volt. Ugye ezt itt már levágtam. Erre fogom újraindítani idén, ezt fogom majd meghagyni az idei termőre, ez meg a következő évi lesz, és így fiatalítgatom vissza igazából az összeset, legalábbis próbálom, hogy mindig ilyen jó kis friss veszők legyenek rajta. Elmondj, hát ugye tele van az egész ilyenekkel, tehát ez is ki lesz írtva, hát én nem tudom, hogy ezzel még mit fogok itt kezdeni.
Ez a tőke, ez szerintem a tipikus iskola példája annak, hogy ilyet ne csináljunk. Tehát az első éves veszők itt fönn vannak a felső dróttal, hát így hova növeszted. Úgyhogy ezt vissza kell így dzsumbujozni. És az a baj, hogy ugye itt nincsen friss hajtásunk sehol. Ezzel nem tudom, mit fogok kezdeni, de ez így nem jó. Ez biztos, hogy ez így nem jó. Ez ilyet nem is értem. Most az a bajom, hogy itt nincs tényleg fiatal hajtás ebbe az egészbe. Úgyhogy ezzel nem is tudom, hogy mit fogok kezdeni, de ez biztos, hogy az első drótig visszavágom, aztán majd lesz valami. Hát, ilyet biztos nem szabad csinálni, hogy a felső drótnál vannak az éves hajtások. Hát katasztrófa. Na, ebből mindjárt kivágjuk. Egy. Ez biztos nem kell. De ez beteg is volt. Szerintem ez elég jól látszik, hogy ez, beteg volt már. Jó. Szerintem ez a legfiatalabb hajtás, ami most van. Ez. Úgyhogy innen várom majd a csodát. Aha. Jó. Teljesen bele vannak nőve ezek a műanyag szallagok, rögzítő szallagok, hát mindjárt letépem ezt a szart innen. Ez is el van halva, tehát ez. És akkor az a terv, hogy innen hátha lesz valami idén, de hogyha a tövébe elkezd hajtani, akkor ezt újraindítom, ezt a tőkét, hogyha lesz belőle valami, akkor ezt jövőre kivágom, csak az újjal indítom tovább. Ezt is csak. Na, szóval ezt is csak megemlítés szintjén. Itt a régi törzs, itt semmi, itt van egyedül egy új hajtás, ami még talán él, talán nem. De mint mindenhova megy, ez eléggé gombás, beteges. És hát ugye ez is a gyakorlatilag majdnem felső drótig fel van vezetve, tehát ott vannak ezek az új vesztők. Na hát ilyet szerintem ezt nem szabad csinálni, úgyhogy ezt mindjárt ki is tisztázom, amennyire lehet. És hát megpróbálom majd ugyanígy a tövétől majd újraindítani ezt az egészet, hát majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Hát szóval ez is ilyen, hogy fönt van majdnem a legfelső drótnál az új veszők, úgyhogy lehet, hogy ezt majd ezt hagyom meg. Ez már elég lent van. Az összes többit ezt kivágom, abból meg az ott kimegy. Ezt meg egyenlőre meghagyom, és megpróbálom újra hajtott ezt is alulról. Úgyhogy ez lesz az idei projekt, hogy így megpróbálok új hajtásokat hozatni az összes szőlőre.
mindegy, ezt hagyom meg. Mondjuk 1, 2, 3, mondjuk akkor itt, és ez még zöld is. Jó. És akkor ez lesz jövőre. Idére meg meghagyok itt egyet, mondjuk ezt. Így. És akkor jövőre innen indítom újra. És akkor ezt itt mindjárt le is vágom. Így. És akkor ez egyből értelmezhetőbb. Viszont ez itt nem kell. Szóval, amit eddig megtanultam, hogy hát tényleg folyamatosan kell foglalkozni a szőlővel. Ez nő, mint az állat. És hát... És hát valamely is érteni kell, hogy mit csinál az ember. Nem egy... Hát ebben nem tudom, mi lesz, de ez biztos nem kell. Gyakorlatilag félelmetesen azt csinálom, hogy... egy szállat meghagyok idénre, ez a következő év, és akkor... ezt csinálom folyamatosan. Ez itt nem kell. Minden más levágok. Aha. Ezt hiszem, itt állom le. Így. Ideig. 2, 3. Így. Megint nem lesz indítva. Jó. Időnként azért van tudatosságot észre lehet venni, mert ezt észrevett, hogy ez a kettő már kiöregedett, és indított a két szálveszővel, csak ezt utána nem lett kivágva. Két vastag. Ha jobban megnézzük, ez két szálveszős meccés akar lenni. Az egyik kar tudatosan arra van vívva, a másik meg arra. Csak igazából folyamatosan rotálva kellett volna csinálni, hogy mindig ilyen új veszők legyenek elhajtva jobbra-balra. És nem lett volna szabad így meghagyni, és akkor ugye utána van az, hogy minden mindenhova. Úgyhogy ezt is mindjárt kiritkítom. Ezt a két vastagot le is vágom, ezt a kettőt meg meghagyom. Amint ez még aránylag még egész jól néz ki. Az, aki ezt felismeri, hogy ez milyen meccési mód, ha majd írja már meg nekem. Ez ilyen, de több karja van, mint a polipnak. Hát ez nem tudom mi, nem baj, mindjárt kiderül.